Három hét hazai felkészülés után utazott el a törökországi edzőtáborban Nyíregyháza Spartakusz. Már eddig is érkeztek új játékosok a csapathoz, de a klubvezetői még dolgoznak azon, hogy tovább erősítsék az NB2 listavezetőjének játékos keretét. Míg a csapat Antáliában készül, a vezetők idehaza egyeztetnek a még kiszemelt futballistákkal. Aki biztosan a mi játékosunk, a Ulvicki Misi, aki a védekező középpályás pozíciójában fog játszani, Jánvári a bal hátvéd posztján, illetve leigazoltuk Rezest a Debrecenből, ő úgy néz ki, hogy elég komoly erősítés, és Molnár Marcell pedig a BKV elérőjétől. Mindegyik játékosnak egyébként NB1-es múltja van, még azoknak is, akik alacsonyabb osztályból jöttek. A szakmai stáb lát bennük fantáziát, és reméljük, hogy ezt be is fogják bizonyítani a tavaszi szezonban. A 10 napos törökországi edzőtábor Lucsánszki Tamás vezetőedző szerint a felkészülés legfontosabb szakasza, mivel minőségi ellenfelekkel szemben finomíthatja játékát a Spari. A nyári tapasztalatok alapján valóban jogosan mondta a mester, hogy ez a legfontosabb időszak a felkészülésnek, hiszen a magyar állapotokhoz, a magyar időjáráshoz képest kellemes időjárásban és jó állapotú pályákon fog tudni edzeni a csapat, arról nem beszélve, hogy 6 edzőmérkőzés is vár a csapatra, 1 nap 2 edzőmérkőzés, mert 2 részre fogja a mester osztani a csapatot, tehát így egy elég komoly terhelésnek lesznek kitéve a játékosok. Remélhetőleg már egy összerakott, összerázott csapat már az újak tekintetében, akik be tudtak illeszkedni, összerázott csapat fog hazaérkezni, és bízom benne, hogy már a finishben csak apró csiszolásokra lesz szükség. A Spari először szerdán lép pályára, a szerb FK Timok és a cseh FC Pribram ellen játszik meccseket Lucsánszki Tamás együttese.